Mi itt az első kerületben egy szolidáris közösség vagyunk, mindenkinek segítünk, aki bajba kerül. Nem akármilyen időszak előtt állunk most, és hogy mind a rezsiárak, mind az infláció növekedése miatt nagyon sok háztartás, család kerülhet nagyon nehéz helyzetbe Budapesten is. Nekünk a legfontosabb problémánk furcsa módon éppen az, hogy az a segítség, amit mi tudunk adni, ennek a híre, ez nem mindig jut el azokhoz, akiknek szánjuk ezt a segítséget. És arra kérem majd önöket, hogy mindaz, amit itt hallottak, azt terjesszék a kerületben, hogy minél több érintetthez eljusson az, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat milyen támogatást tud adni ebben a nagyon nehéz helyzetben. Rendkívül sokrétű szociális támogatási rendszerünk van. A legújabb támogatási formánk a fűtéstámogatás, 10 illetve 20 ezer forintos havi támogatást jelent, jövedelemtől függően. Az idősebb korosztályt érinti elsősorban az ünnepi támogatás, ezt a 80 éven fölüliek kapják karácsony, illetve húsvét előtt 8-8 ezer forintot. Családok számára van a szociális kártya vagy élelmiszertámogatás, más néven ez havi 15 ezer forint segítséget jelent. Gyógyszertámogatásként 6 ezer forintot tudunk adni. Kifejezetten a nyugdíjas korosztálynak van az uszoda támogatás. Ezen kívül a kerületnek a nyugdíjasai az idős klubokban kedvezményes étkeztetést is igénybe vehetnek, jó társaságban, kulturált körülmények között finom ételt kaphatnak a kerületiek. További támogatásunk például a kiemelt eseti települési támogatás, 150 ezer forint, 3 hónapra elosztva. Ezt azok kaphatják meg, akik váratlanul rossz helyzetbe kerültek, nem tudják kifűteni a lakásukat, adósságba keveredtek, megbetegedtek, tehát ez egy ilyen gyorsan, nagyobb összegű segítséget nyújtó támogatási forma. Az első kerületben már évek óta elsősorban nem abban gondolkozunk, hogy valakinek a nagyon magas fűtés számláját támogassuk, hanem inkább abban, hogy tudja korszerűsíteni a lakását, és ne legyen kiszolgáltatva a rezsiköltségeknek. Ehhez adunk azonnal előre 1 millió forint támogatást, egy nyílászáró cserével, vagy egy kazán cserével, nagyságrendekkel javítani tudja a lakásának az energia hatékonysági mutatóit. A legfontosabb az, hogy senki se szégyelje azt, hogy segítségre szorul. Mindenkinek segítünk, aki bajba kerül, csak az kell, hogy kérje, az kell, hogy tudjunk róla. Úgyhogy, ha bajban van, jelentkezzen, illetve ha tud valakiről, aki segítségre szorul, biztassa őt, hogy jelentkezzen, vagy szóljon közvetlenül az önkormányzatnak, a szociális intézményünknek, hogy valaki bajban van, segítségre szorul, mert akkor segíteni fogunk.